Na hello emberek, itt vagyok egy újabb hátraszaltó tanítós videóval. Ma megtanítom nektek a hátraszaltót is. Múltkor az előre szaltót mutattam be, most a hátraszaltót fogom. Itt egy szivacsra fogom megmutatni, a végén pedig már szivacs nélkül fog menni, nektek is. Tehát ez csak egy szivacs kell, szerintem több-több fölösleges lesz, mert aki nem meri elhúzni, az több szivacsra se fogja nagyon elhúzni, saját tapasztalatból tudom. Nulladik lépés, ugye ezt is 5 percben fogom megmutatni. Nulladik lépés az, hogy melegítsetek be, illetve nyújtsatok le, és ebben a sorrendben. Én ezt már megtettem, úgyhogy ezt mindig ki fogom hagyni a videóból. Jöhet az első lépés. Első szabály a zombirendi túlélőknek, testencés. Lendítés. Ez a lendítés. Amikor a karoddal rásegíted, indíthatod föntről, indíthatod innét, ahogy neked kényelmes, és hogy legyen benne energia. Nem, mint a hülyék, hanem... Tehát az első lépés lendítés és felugrás. Jöhet az, hogy lendítés, felugrás, és elkapod a térdet. És már nézel felfele. Ez még mindig csak az első lépéshez tartozik. Hátra bukfenc. Ezt is lehet utána már állásból. Illetve lehet teljesen ülésből, szaltót imitálva. Csak rám tekeredik ez a rohadt mikrofon. Illetve egy hekket is belerakunk, amit lehet az ágyon gyakorolni, ugyanígy bukfenc, hátra. Szóval az, most az jön. Itt van az a hátra bukfences hek, itt az ágy. Ma. Még arra vigyázzatok, hogy ne ugorjatok nagyot az ágyra, mert nem biztos, hogy kibírja az ágyrácsotok. Tegyetek oda egy ilyen párnát, ezen pont meg tudjátok támasztani hátatokat ahhoz, hogy átgördüljetek, és pont át fogtok fordulni lábra. Minél lendületesebb, annál jobb lesz az érzése, és akkor megérzitek, hogy milyen a hátraszaltó lendülete. Harmadik lépés, a makákó csalás. Amikor lendítesz, és így hátrafele kifordulsz oldalasra, hogy megérezd a hátrafele való lendülést. Akinek szar a csuklója, az tényleg vigyázzon rá. Hát nem kényelmes szivacson. Inkább csinálja talaja. Nagyon, az fáj, de ebből meg lehet. Először két kézzel. Utána ez a harmadik lépés, ugye jöhet a negyedik lépés, amikor már egy kézzel is megy. Esetleg. De szerintem inkább az legyen a lényeg, hogy minél hátrafelébb legyen a mozgás. Ahhoz viszont lehet, hogy kell a szivacs. Tehát lendítesz, és már nézel ki ide váll fölött hátra. És leteszed a kezed. Ez már az a lényeg, hogy a lábad a fejed fölött legyen, mert sokkal a lábukat nem merik maguk fölé engedni, és ezért nem fordulnak át. Bam. És ebből minél később teszitek le a kezeteket, és minél följebb megy a láb, át lehet fordulni, elég csúnyán, de át lehet. És akkor az már hátra szaltónak minősíthető. Így. Ezt kell gyakorolni. És akkor már csak kéz nélkül. Így is. Úgy is lehet, hogy átteszed a lábad. Csak azt megérezted. Én ugyanígy adtam le. Ötödik lépés.
elhúzása a hátraszaltóan. Először mivel csak így tudjuk még, nem profi, így húzkodjuk. És akkor utána nézzetek teljesen hátra már. És akkor most megpróbáljuk kéz nélkül. Még a végén volt egy kicsi. És ott van. Ott van. Csúnya, de ott van. Lendítés. Felugrás. Amikor felugrasz, térdet elkapod, hátra nézel. Ebben a sorrendben. Nézzük. Hú, ez jó fájt. Lendít. Felugrik. Térd. Hátra. Ennyi az egész. Ennyi lenne a hátraszaltó. Ugye 5 perc alatt tanítom meg, de a videó nem biztos, hogy 5 perc lesz. Szóval ezért nehogy itt valaki fejemet vegye, mert azt hiszi, hogy a videó is 5 perc meg kell, hogy legyen. Itt maga a szaltó tanulható meg 5 perc alatt. Attól is függ, mennyit gyakorlod. Szerintem minél többet amúgy, de érdemes minél hamarabb elhúzni, mert minél többet vársz, annál rosszabb lesz. Köszönöm a figyelmet, a következő videóban az oldal szaltót fogom nektek megmutatni, ami szintén egyszerű lesz, 5 lépésbe, és ha szeretnétek még valami külön trükkről, valami how-to videót, akkor írjátok meg kommentbe, és elkészítem. Legyetek jók, szevasztok!